A rendezvény péntek délután Szepesi Tibor polgármester nyitotta meg a Hungarikum téren. Mai napon veszi kezdetét a Karcagi Birka Főző Fesztivál, amely, mint tudjuk, a birka pörkölt, a karcagi hagyományos módra készült birka pörkölt Hungarikummá lett nyilvánítva az elsők között. Úgyhogy nem meglepő az, hogy a vármegyei önkormányzattal összefogva ezen a rendezvényen mutatjuk be azokat a hungarikumokat, amelyek Karcaghoz, Karcag környékéhez, a megyéhez kötődnek. Ugye az identitás azt jelenti, hogy valamihez tartozni, valamit elfogadni, együtt lenni, közösen hinni valamiben, és közösen megvalósítani azokat a célokat, amelyeket kitűztünk magunk elé. Ilyen ez a mostani pályázat is, hiszen ezen a téren nem véletlenül kerülnek bemutatásra, itt a színpadon is a néptánc, a népzene, a különböző kézműves hagyományok, de közben ugye készülünk a holnapi napra is, és nagy szeretettel köszöntöm a Pálinka tanács elnökét, aki ugye nemrég a Karcagon megrendezésre került országos Pálinka fesztivál kapcsán volt nálunk, és itt köszönhetjük, ugye a Pálinka is egy hungarikum, tehát nagyon-nagyon sok olyan bemutató lesz a mai napon, illetve a holnapi napon is, amely identitásunkat, összetartozásunkat erősíti. A polgármester gondolatai után F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő szólt a jelenlévőkhöz. Karcagra költözik ilyenkor nem csak az egész ország, hanem a vármegye is, és itt van mindenképpen a helye. És ez egy olyan fesztivál, hogy mindenki jól érzi magát. Mindenki jól érzi magát, aki dolgozik, az jobban elfárad. Aki vendégként érkezik, és időben érkezik vendégként, az estére szintén el fog fáradni. Tehát kellemes fáradtság lesz a holnap estére mindenkire. Én rendhagyó módon egy rövid beszéddel készültem, mert én két birkát fogok főzni a holnapi nap folyamán, és még előkészítő munkák vannak számomra, tehát a hagyma darabolástól a kipakolásig, és egy különleges juhot, egy különleges birkát fogok főzni, amely élő súlyban 120 kilós volt, tehát itt a múzeum kerítés kapujánál ott fogunk főzni egy 100 literes nagy lábasba, úgyhogy aki arra jön, megnézheti, és 11 óra felé már egy óvatosan kóstolhatja is. A képviselő beszéde után Huba Imre vármegyei elnök beszéde következett a Hungarikum téren. Holnapi nap is annak a rendezvény sorozatnak a részeként kerül megrendezésre, amit Karcag már nagyon nagy odaadással szervez. Igazából az előző birkafőző fesztivál óta folyik az idejének az előkészítése, és amikor az elmúlt évben megkaptuk polgármester úrtól és képviselő úrtól azt a lehetőséget, hogy a vármegye identitását megőrző rendezvények sorában a Karcagi Birkafőző Fesztiválra is ellátogathattunk, akkor már kifejeztük köszönetünket, de most engedje meg polgármester úr és képviselő úr is, hogy itt is kifejezzem a köszönetemet, hogy befogadta a Hungarikum napot a Karcagi Birkafőző Fesztivál, ami annál is inkább helyén való, mivel a Karcagi Birkapörkölt főzésének hagyománya, mint Hungarikum és mint a világörökség védelme alatt álló eljárás, az számunkra, karcagiak számára, nagykunsági emberek számára az identitás egyik meghatározó eleme. Számos módon kapcsolódunk még a birkafőzésen kívül a vármegye identitáshoz, és számos módon csatlakoznak a karcagiak is, és a térségben élők is ahhoz a rengeteg értékhez, ami a legénybottól kezdve a kunhímzésen át nem csak vármegyei érték, hanem most már egy-kettő közülük, sőt 12-13 közülük az országos értéktárba is be tudott kerülni, és csak az idén is voltak újabb értékek, amivel gazdagítottuk az országos értéktárat. Majd a délután nótaműsorral, néptánccal és koncertekkel vette kezdetét itt és a Rokkudvarban. A Juhász Árnyékban a gyerekeket interaktív meseelőadás és sok-sok népi játék várta.